Ritka az, amikor szeptember közepén, ahogy elkezdődhet a fűtési szezon, azonnal be is kapcsolja a szűnyírtávhő. Idén azonban így történt, pedig a hónap elején még közel 40 fokokat mutattak a hőmérők. Tartósak voltak utána a hajnali és reggeli hidegek, ennek következtében lehűltek az épületek. Így gyakorlatilag néhány napja volt a szolgáltatónak, hogy beindítsa a fűtést Nyíregyháza szerte. Erre azért készülünk. Készülünk, mert hőközpontos kollégáink, hibaelhárító kollégáink természetesen ilyenkor megnövelt létszámmal és meghosszabbított munkaidővel állnak fogyasztóink rendelkezésére. Ilyenkor fűtésinduláskor talán az egy picit megterhelő, hogy a radiátor szerint, tehát elég sok a hiba bejelentés. Ez abból adódik, hogy a távhőrendszeren, a hőleadóknál több mint 55 ezer radiátorszelep van beépítve, és ugyan mi hirdetjük és mondjuk fogyasztóinknak, hogy nyáron, nyári időszakban tartsák ötös állásba, tehát a maximumon a radiátorszelepeket, amennyiben nem, úgy előfordulhat, hogy a szelep tányér leragad, és ilyenkor, amikor fogyasztó kezdené beindítani, akkor nem mozdul, nem működik. Na, ilyenkor hívja a hibaelhárító kollégáinkat, és akkor ők mennek és orvosolják ezt a hibát. A másik problémát a levegős rendszer szokta okozni. Nyáron sokszor megtörténik a gépészet és ezáltal a radiátorok cseréje a lakásokban, ilyenkor pedig levegő kerülhet a rendszerbe, ami zajjal, vízcsopogásszerű hanggal jár. Kiküszöbölése légtelenítő berendezés használatával oldható meg. Ezek talán azért merültek a nyáron feledésbe, mert minden idők egyik legenyhébb telén vagyunk túl. A fűtött napok átlag hőmérséklete 6 fok fölött volt. Ez pedig a nyári elszámolásoknál is beigazolódott, mondta a Nyírtávhő műszaki igazgatója 35 perc című műsorunkban. Megtörtént a elszámolás, a 23-24-es fűtési időszak elszámolása, és ennek a szaldója 70 millió forint volt, amit úgy gondolom, hogy ez egy igen jó összeg. Ez a 70 millió úgy adódott, hogy 110 milliót kellett visszaadni a fogyasztóinknak. Ezt, ahogy elkészül a elszámoló számla, nekünk 8 napon belül vissza kell utalni. És a 40 millió volt az, amit a fogyasztóinknak be kellett fizetni, vagy be kell fizetni. Vagy amennyiben esetleg fogyasztó hátralékkal rendelkezik, annak a hátralékába jóvá írjuk. Melegvízelszámolás is megtörtént, ugye az első fél éves, mert az fél évente történik az elszámolás, az is megtörtént. Itt olyan szinten jól volt kalkulálva az előlegszámla, hogy összesen egy 4 millió forint szaldó adódott, amit aztán rendeztünk. A nyár azonban nem csak az elszámolásról szólt a szolgáltatónál, hanem a nagyszabású karbantartásokról is. Május 15-ig tart a fűtési időszak, csak ezután lehet a munkákat megkezdeni, a szeptember 15-i kezdésre pedig be kell fejezni azokat. Idén ebben a 4 hónapban az aknák és a hőközpontok karbantartása is megvalósult. 1400 szivattyúnál a szükséges tömítés, csere és szigetelés pótlás is megtörtént, 900 hőmennyiségmérőből pedig 200 hitelesítését elvégezték a szakemberek.